Ne csak a kijelzőjére öns könyörgöm, hanem mindenhova. Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és már egy korábbi videóban körülbelül egy hónappal ezelőtt megnéztük, hogy mi fog történni pár mindennapi dologgal, hogyha lávát öntünk rájuk, és hát meglepő módon minden elpusztult, minden felgyulladt. Van egy olyan érzésem azért, hogy ez most sem lesz másképp, és végig hallgattuk szépen azt jó kis ASMR hangot, ahogy minden lángol. Ha jól emlékszem, abban a videóban egy kocsira, tojásokra, illetve még egy medencébe is öntöttek lávát. Pár embernek szemet szúrt, hogy az igazából nem is láva, igen, ezzel tisztában vagyok én is, hogy ez valójában olvasztott vas, de nagyon hasonlít az állaga, illetve a színe is a lávához, plusz még az eredeti videónak a feltöltői is mind lávát írtak a címbe, szóval szerintem ezen ne vitatkozzunk, egyezzünk ki abban, hogy az hasonlít a lávához, szóval legyen láva. Na de nem is húzom tovább az időt, nézzük is meg inkább fájó szívvel, hogy ebben a videóban milyen dolgokat fognak tönkretenni. Tudom jól, hogy mindig is szeretted volna tudni, hogy mi fog történni több doboz mentosszal, hogyha lávát öntünk rá. Nem? Nem gondoltál még ebbe bele soha? Hát pedig most ezt meg fogjuk tudni, és akkor ki is pakol mindent az asztalra. Mi van a dobozomban videó, ott is vannak a lávánk alapanyagai. Meg hát azért egy kevéske mentosz, de ahogy láttam, van ám még mentosz ott, ahonnan az jött. Nem szórta ki mindet, az még valamire fog kelleni neki. Hát azért megnézném az emberek fejét a boltban, hogy mit szóltak hozzá, amikor a kis kasszához bebattyogott 100 darab mentosszal. Biztosan meglepődtek. Veletek már volt olyan, hogy valamiből rengeteget vettetek? Vagy amikor vásároltatok valamit valaki? Én egyszer láttam egy öreg bácsit, aki így 250 sört vett minimum, és így nem fért rá a szallagra. Hát jó sok láva alapanyag van ott, szóval remélem, hogy rengeteg lávánk lesz, és akár még az asztal is be fog gyulladni. Igen, néha vannak ilyen piromániás hajlamaim, de mindenkinek vannak szerintem, tuti nektek is volt már. És akkor be is helyezi a helyére, hogy fel tudja majd hevíteni. Egyébként megnéztem a videónak a leírását, és ott azt írja, hogy most majd jelenleg hogy berobbant azért egyet. Szegény kamerának remélem nem lett semmi baja. Szóval a videó leírás... Sherlock Robert megérkezett, nézd oda? Ott egy mentosz leesik. Vajon a húzat volt? Vagy az úriember verte le? Vagy esetleg egy szellem? Ez is már paranormális videó lesz, tudod, mint amíg este szoktak kijönni. Na de hol is tartottam? Ja, hogy a videónak a leírásában azt írta a csávó, hogy 1000 darab mentoszra fog majd lávát önteni. Azért fárasztó lehet ezeket így egyesével kinyitogatni. Mit csinálsz, amikor unatkozol? Hát így... mentoszokra lávát öntögetek és levideózom, és amúgy ebből is élek. Milyen komoly az már amúgy. Ha meglátná valaki csak a tálcát, azt hinni, hogy valami kórházban van és azok a gyógyszeradagok ott, tudod? 2000 years later. És akkor kész is van, kibontotta az összes mentoszt, egyébként elfelejtettem felhívni a figyelmet arra, hogy ezt semmiféleképpen se próbáljátok ki otthon, ugyanis a tűz az nem játék, a láva se játék, ugyanis nagyon könnyen súlyos sérüléseket tudtok szerezni, hogyha nem kértek esetleg segítséget a szüleitektől, vagy nem értetek hozzá. Hát azért szépen elégett már ott benne. Én azt nem értem, hogy a kamerának ilyenkor hogy nem lesz semmi baja. Bár nem hiszem, hogy ilyen közel van rakva. Vagy ha ilyen közel van rakva, akkor valami védő cucc biztos van rajta. Legalábbis én nem merném ilyen közel rakni hozzá, az biztos. Kicsit belekeverte a mentoszt, hogy még jobb állaga legyen azért. Még nincs eléggé felhevülve? Még visszatette? Akkor még nincs kész. Na és akkor most fog elkövetkezni az a pillanat, amire mindannyian vártunk. Már kezd azért szilárdulni, egyre jobban, ha jól látom. Nem már, hogy ez az idegesítő zene megy alatta, és nem élvezhetjük ki az ASMR-nak az élményét. Hát azért szépen begyulladt az egész, ez pedig már egy másik kameraszög, ahonnan ismételten láthatjuk a folyamatot.
hogy elkezdett forni szinte, nézd már, hogy milyen komoly. Majdnem, amúgy ilyen májvacukor hatása kezd lenni. Na de mi történne akkor, ha felforralt kólát öntenél rá? Berobbanna, vagy nem? Nagyon jó kérdés, mi? Azaz, emelt ki, és legyen belőle egy jó kis szobrod otthonra, tedd ki a nappaliba, a polcra. Tisztára úgy néz ki ez az egész, mintha valami kátrány lenne, és most csinálnák valahol az utat. Tuti meg fogja fordítani. Csapd ki! Ha bátor vagy, az asztalra csapod. Fú, de gusztusos állaga van. Pár mentoszt itt tönkretettek, ami nem volt olyan drága mulatság. Na de ami most fog következni, hogy egy MacBookra öntenek lávát, az már azért jobban fog fájni a pénztárcának. Meg még egy kicsi mehet oda. Nehogy már ne legyen elég lávánk. Próbáljunk pozitívan gondolkozni és nézzük a dolgok legjobb oldalát. Szerencsére ez nem a legeslegújabb MacBook. És tudod, utána megpróbálna bekapcsolni, hát ha. Biztonságos amúgy az, hogy ez egy fa deszkán van rajta? Nem fog a fa begyulladni? Tisztára úgy érzem magam, mintha mi tech csatornán lennénk. Minden egyes szögből végignézhetjük. Jól van, azért szerencsére már elrakta arról a fa deszkáról, nem ott fogja végezni a folyamatot. Már ezt milyen rossz nézni, hogy egy követ raksz a MacBookra. Hány embernek fájhat most a szíve? És akkor azt mutogatja, hogy így fog menni a láva, majd így fog menni. Biztos nem azt mutogattam úgy. Egyébként a komoly youtuber lennék, toltam volna egy olyat, hogy dobj egy lájkot erre a videóra, hogyha sajnálod a MacBookot, meg ilyenek, tudod? Meg a csengőt is ugye akkor be kell nyomni. És akkor ki is csapta a lávát, csak ne esd a lábadra, könyörgöm, óvatosan. Rendes, amúgy lehet, hogy jobban izgulok, mint ő, amikor ezt csinálta, tudod? Ne csak a kijelzőjére önts könyörgöm, hanem mindenhova. Hallod? Én azt hittem, hogy először szépen ráfolyik, és egy kicsikét után elkezd begyulladni. Nem, hogy itt teljesen elkezd égni az egész már azonnal. Hát ez nagyon komoly. És akkor tudod, megpróbál eladni ezt a számítógépet, alig használt, női tulajdonostól, csak most, csak neked. Szegény gép, azaz, öntsél még rá. Sosem elég a lávából, mehet még, azaz. Ez meddig fog még így égni, ha nem oltod el? Mert biztos még jó sokáig. Figyelj, ennyi erővel amúgy megfoghatnál $1000, és azt is csak így leönthetnéd lávával, ugyanott vagy el végre. Még olyan biztonsági kesztyűben sem szívesen fogdoznám azt amúgy. Micsoda eredmény! Ez most igazából ilyen multifunkcionális lett, hogy már nem egybe van, hanem kettő külön darabba, és akkor ilyen bluetoothos billentyűzettel megoldjuk, ne viccelj. Annyira imádnám, ha ezeket még el is adná. Mert tuti megvenné valaki. Alig használt MacBook. Jó ez meg minden, de mikor lesz már végre valami durva robbanás? Majd most talán, amikor öngyújtókra öntünk lávát, méghozzá számszerűsítve 50 darab öngyújtóra. Léci, durranjon legalább egy kicsikét. Miért van itt is az idegesítő zene? Semmi pukkanás. Vagy valami? Na! Erre vártam, ez már valami? Ne! Mintha valami lángszóró lenne az öngyújtó, hogy bekapcsol, és figyeld, hogy okádja a tüzet. Meg gondolom ki is durrannak, és a bennük lévő folyadék az kispriccel. Azért volt esze az úriembernek, hogy egy botot rárakott, mégis kellő távolságból végezte azt a mutatványt, bárha itt pont, ahol megállítottam, megnézitek, a csávónak a kamerája azért kapta rendesen, és nem tudom, hogy az hogy nem, hogy nem is kamera, az egy telefon. Hogy nem gyulladt az be, haver? Nézd meg!
telibe ráment. Na és akkor ennyi is lett volna ez a videó, én így őszintén szóval egy kicsikét többre számítottam, hogy lesznek ilyen nagyobb robbanások, meg minden. Bár a végén az az öngyújtós elég komoly volt, amikor az öngyújtó konkrétan lángszóróként funkcionált. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt, és akkor mindig értesülni fogsz a legeslegújabb videóimról, és egyről sem fogsz lemaradni. Én Elek Robi vagyok, szevasztok!